Egymást érik a kamionok a 49-es főúton Mátészalka külterületén. Kocsord irányából is nagy a forgalom, de a Debrecen felől vezető 471-es útról is sokan kanyarodnak le. A kereszteződés ráadásul nehezen belátható, ami több balesethez is vezetett már az utóbbi években. Nem kell már sokat várni arra, hogy biztonságosabb legyen az áthaladás. A magyar közút beruházásában ugyanis hamarosan egy körforgalom építése kezdődik meg. A kivitelező a körforgalmi csomópontot úgy fogja elkészíteni, hogy maga a körpálya három rétegben összesen 21 cm vastagságban kap új aszfaltburkolatot. Itt a vízelvezetés is átépítésre kerül, mint egy 95 méter hosszan burkolt vízelvezető rendszer kerül kiépítésre. A biztonság növelése érdekében 120 folyóméter acélszalagkorlátot helyeznek majd ki. A közlekedőket ezen a helyen természetesen új útbaigazító táblák és friss útburkolati jelek is segítik majd. Mint azt Hanusi Péter polgármester elmondta, Mátészalka több részén veszélyes a közlekedés, így szükség van a fejlesztésekre. Ilyen például a Zöldfa út kereszteződése és a piac környéke, ezeken a helyszíneken szintén új körforgalmak épülnek. Kiegészíti ezt a nagyívű fejlesztést a 471-es úton lévő másik körforgalom, ahol jelen pillanatban ott tartunk, hogy a kivitelező kiválasztása megtörtént, és a miniszterelnökség közbeszerzést ellenőrző hatóságára várunk, hogy visszaigazolja, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történt, és gyakorlatilag ott is szerződést tudunk kötni, ez pedig a 471-es főúton a Zöldfa és a Medgyesi útnak a kereszteződése, az egyik legveszélyesebb útszakasz ma Mátészalkán. És aztán pedig jön a harmadik körforgalom, ami a piacnál lesz, ez pedig az Ipari út és a Medgyesi útnak a kereszteződése. Kovács Sándor országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy mindhárom helyszínen nagyon sok teherautó közlekedik. Mint mondta, a fejlesztések megvalósításánál éppen ezért az ott élők és a kerékpárosok biztonságát kell figyelembe venni. Gyakorlatilag a körforgalmak közötti rész, illetve a harmadik az Ipari úttól a majdani M49-es felhajtójáig teljesen meg fog újulni, 11,5 tonnás teherbírásra megerősítésre kerül, és gyakorlatilag egy kerékpárút is fog létesülni a csahői elágazástól a most elkészült, nemrég elkészült kerékpárút, ami a várost kerüli, tehát biztonságos közlekedés lesz. Mivel az építkezés csak nem 3 hónapot vesz igénybe, a téli időjárás pedig nem kedvez az új aszfalt minőségének. A munkálatokat leghamarabb 2022. márciusában kezdik meg.